Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim! Képviselő felszólalásában ismét párhuzamot vont a munkatörvénykönyve 2018-as módosítása és a Suzuki esztergomi gyárban történt tavaszi események között. És hát ezzel kapcsolatosan azt tudom önnek mondani, hogy a Suzuki volt... Érdekli a válasz, képviselő? És a Suzuki volt az első cég egyébként, aki a rendkívüli munkaidő megemelésének lehetőségével nem kívánt élni, és ezt elsőként ki is jelentette. Tehát a hangulatkeltés, amit korábban is ebben a témában ön megkezdett, az most is fokozódik. És hát engedje meg az a konkrét mondás pedig, hogy egyébként a víz sem jó ízű. Hát erre azért nehéz mit mondani itt a parlamenti kapcsolatrendszerben. A szakszervezetek alakulása és megszűnése egyébként egy folyamatosan zajló dinamikus esemény, nyilván ezt ön is tudja. Adott pillanatban a cég dolgozói késztetést éreznek arra, hogy szakszervezetet alakítsanak, és hát esetenként, ha mondjuk megvalósul az a cél, amiért küzdöttek, esetleg ez megszűnik, vagy okafogyottá is válhat, esetleg a szakszervezeti tagok passzivitása is jelen lehet. Tehát a szakszervezetek alakulása, illetve működése, tehát nyilvánvalóan egy cég belső ügye, illetve hát azon belül dolgozók belső ügye, és hát hazánkban nyilván jogszabályok alakítják azt a környezetet, ami ennek a működését biztosítja. Magyarországon tehát a szabályok abszolút lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók szakszervezetet alakíthassanak természetes módon, ennek megvan az eljárás szerinti rendje, és maga az alaptörvény is a szakszervezetek és más érdekképviselői szervezetek működéséről nyilatkozik. A munkatörvénykönyv ezzel összhangban a munkajogon belül szabályozza ugye a szervezkedési jogra vonatkozó garanciákat. A munkavállalók tehát jogosultak a munkáltatónál szakszervezetek alakulására, a munkavállalóknak, munkáltatóknak joga tehát, hogy ezt el a lehetőséggel éljenek. És hát a munkatörvénykönyv egyértelműen kimondja, hogy a szakszervezethez való tartozás, vagy abban valamiféle tisztségviselés miatt tilos a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni. Amennyiben ez mégis esetleg megtörténhet, akkor pedig megvan az a jogi garancia, amivel a sérelmet vagy vélt sérelmet elszenvedő élhet, és hát ebben az esetben nyilván ezt az utat kell járnia. Tisztelt képviselő, a munkabéke fenntartás érdekében a törvényt, tehát, hogy említettem, szabályozza a szakszervezet működését, üzemi tanács működését, a kapcsolattartás rendszerét, és hát a kormány egyedi intézkedésekkel nyilván nem avatkozhat, és nem is avatkozik ezeknek a folyamatoknak a rendszerébe. A kormány, ahogy feladata is van, biztosítja azokat a jogszabályi garanciákat, amelynek értelmében a munkavállalóknak joguk van az érdekeik előmozdítása érdekében szakszervezetet alakítani, és hát az általuk választott szakszervezetbe szabadon belépni. És hát a jogok bárminemű sérelme esetén pedig a jogszabályok szintén tartalmazzák azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyekkel lehet élni. És a stratégiai partnerségről még néhány gondolat, amit említett. Nos, hát a stratégiai partnerség lényege, hogy a megállapodások tulajdonképpen egy szándéknyilatkozatok, amelyek alapján egyik fél részéről sem jelentenek konkrét kötelezettségvállalást. A megállapodások tehát nem tartalmaznak olyan kitételt, amely bármiféle gazdasági vagy más előnyhöz juttatná a megállapodást aláíró nagyvállalatot. Ezekre a vállalatokra is tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak, munkajogi szabályok is, mint az összes többi cégre, és hát ebbe a stratégiai partnerségbe kétségtelen tény, hogy a magyar Suzuki is beletartozik. A társaság működésével hozzájárul egyébként a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaság növekedéséhez, ez szintén ténykérdés. És a hőségriadóval kapcsolatosan pedig, most hát valóban így van, az elmúlt napok időjárása azért okoz kellemetlen perceket, órákat, napokat mindegyik munkahelyen, és hát nyilván a zárt térben kint dolgozóknak ez fokozott erőpróba. A szélsőséges időjárási körülmények évről évre jelentkeznek, erre nyilván az illetékes szervek felhívják a munkaadók és a munkavállalók figyelmét is, és hát a pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztályára június 14-én kapott bejelentés a Magyar Suzuki-tól, az nyilván ezeket a panaszokat tartalmazza, ezeket intézkedések véget továbbítottuk a hatáskorra rendelkező munkavédelmi hatósághoz, és hát a vizsgálat még jelenleg is folyamatban van, remélem megnyugtató eredménnyel zárul, és ami még fontosabb, a munkavédelmi szabályok teljes betartásáról fog majd tájékoztatást adni, amennyiben nem, akkor pedig a szükséges intézkedéseket tartalmazza. Köszönöm szépen!